Még zajlanak a munkálatok a Bújtasi Városliget új mosdója körül. A Benc úr térhez hasonlóan itt is a meglévő játszótér mellett épül, és akadálymentes lesz. A sportolni vágyók lehetőségeit is tovább bővítik, ugyanis két röplabda hálót és tartót is kihelyeznek. Az aktív kikapcsolódást segítik a két helyszínen elhelyezett trambulinok is. Ez a Zöldváros projektünk részeként nettó több mint 300 millió forintot jelent beruházási költséget, és nagyon sok minden tartalmaz, amit ő valóban városligetté válik, a Bújtasi Városliget. Egyrészt ugye látszik mögöttünk sétányok lesznek, kandeláberekkel, futópálya 1430 méter hosszan, sokan járnak itt, szeretnek futni. Ami hiányzott még a nyilvános WC, pelenkázóval, a mozgássérültek számára is megközelíthető módon, de mindenek előtt a zöld felületre figyeltünk, fákat ültetünk, cserjéket, sövényeket, a zöld felületeket, a füvet alácsövezzük, hogy fenntartható legyen, tehát szárazság esetén is zöld pázsit legyen itt a Városligetbe. Bontják a meglévő, de már-már balesetveszélyes színpadot is. Ezt nagyobb rendezvények lebonyolítására is alkalmassá teszik. A sziget megközelítését biztosító meglévő gyalogos híd is megújul. Látványelemként horgászatra is alkalmas stégeket fognak elhelyezni. Ezen felül 45 darab pad, 16 piknikpad, egy okospad és 6 tűzrakóhely, 23 személygyűjtő, ivókutak, napozóágyak teszik majd komfortosabbá, 5 térfigyelő kamera pedig biztonságosabbá a ligetben töltött pihenést. Az autóval érkezők részére gyaprácsos parkoló, a kerékpárosoknak pedig kerékpártároló áll majd rendelkezésükre. A Bújtasi Városliget rekonstrukciója május 31-ig befejeződik.